Na csácsó, mi csörde, ezt a csokolád és traktorkerek. Szavaztok srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő videóval, ami nem lesz más, mint Spin Tires. Igen, 10 éves Spin Tires gyerekek, és arra gondoltam, hogy legyen akkor már belőle egy olyan videó, ami gyakorlatilag nem más, mint a legelső Spin Tires, amit kiadtak. Azzal játszunk egy kicsit, és próbáljuk ki. Gondolom, megmondom, szerintem nem sokan láttátok ezt a verziót. Én úgy érzem, hogy két kezemen meg tudnám számolni, aki így találkozott ezzel a résszel. Gyakorlatilag ez volt a legelső ilyen tech demo, amit kiraktak a Spin Tires-ről. Teljesen máshogy néz ki, teljesen más a talajfizika. Itt is próbálkoztak egy bizonyos talajfizikával, ami annyira nem volt nagyon meggyőző. Később váltottak egy másfajta engine-re. A járművek azok gyakorlatilag kettő darab elérhető a játékban, gyakorlatilag nincs cél. Nem tudsz gyakorlatilag megcsinálni semmit ebben a játékban, csak próbálgathatod ezt a kettő járművet, vagy üresen, vagy pedig ugye póttal. Az egyik az nem más, mint egy kraz, a másik pedig egy kamaz, és nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak gyakorlatilag a játékban. Itt van egy olyan, hogy egy leírás, ugye, hogy verzió 1.0-as, verzió 2019-ben ugye jelent meg. Egy kis leírás ugye, hogy milyen fizikai motort használ, meg ugye gyakorlatilag a készítőnek, mivel egy darab készítő volt, aki csinálta ezt a játékot, őnek a Gmail címe és a vagy az e-mail címe és a neve. Ugye itt van egy ilyen helpünk, amiben így megpróbálják így elmagyarázni, hogy ugye miben működik, ugye a W-vel előre, hátra ugye forgatás, hogy tudod mozgatni a kamerát, és hogy milyen funkciók érhetők el gyakorlatilag. Azt látod, van egy ilyen tweak menü, amiben ugye ki tudod választani, hogy hol legyen ugye a járműved, aszfaltos úton, vagy pedig ugye sáros úton, vagy a default fül van, ami van még, amit be tudsz állítani, hogy kamaz vagy krazzal akarsz menni. Van egy olyan, hogy be tud állítani ugye, hogy ez nem is tudom. Ja, a trailer legyen benne. Mi az? Ja, kamazon legyen ez spoiler, vagy ne. Jó, oké. Akkor szerintem akkor veressük. Nézzük meg, hogy milyen funkciók vannak. Kamera nézetek vannak itt kapásból, amiket látsz. Van egy olyan, hogy felső kamera nézet, amíg nem indulok, addig nem tudja. Igen, van egy felső kamera nézet, van egy ilyen kamera nézet, van egy ilyen kamera nézet, van egy ilyen kamera nézet, és van egy ilyen kamera nézet, vagy pedig rákattintasz a truckra. Ha a truckra rákattintasz, akkor így körbe tudod járni. Egyébként így néz ki, ugye nagyon kezdetleges a grafika, úgyhogy nem, ez, ha lehet, akkor ne arról szóljon, hogy hogy néz ki az a játék. Ugye ez egy 2019-es játék, vagy 2009-es játék, ez egy 10 éves játék, gyakorlatilag innen indult ugye Spin Tires. Na hát induljunk el, aztán próbáljuk ki. Ja, itt van egyébként egy kilométer óra, ugye kilométer per óra, itt van egy ilyen fordulatszámmérő, és itt van egy olyan váltó, hogy be tudod állítani gyakorlatilag mi az üresbe. Be tudod rakni, hogy max power, nagyon picik a betűk egyébként, azért nem látszik. Be tudod állítani olyan balanced, és be tudod állítani olyanra, hogy high speedre. Gyakorlatilag ugye három állása van, plusz ugye a negyedik az üres, és van egy hátramenetünk. Én mondjuk egy max power-re állítom, és akkor nyomok egy gázt, és akkor megnézzük. Kapásból látni, hogy van talajfizika, de nem tudták úgy megoldani, amit látjátok, hogy teljesen gyűrödik a sár, hanem gyakorlatilag kitörnek föld darabok belőle, ez úgy van ugye megoldva. Olyat nem tudok állítani, nem tudok kapcsolni, hogy összkerék, vagy difizár, vagy ilyesmi, azokat még felejtsétek el. Örülünk neki, hogyha tudom, el tudunk indulni, és ugye ezen a gyakorlatilag tesztreken tudsz menni, ezen tudod próbálgatni a járművedet. Hát igen, egyébként nem olyan rossz a fizikája a játéknak, még itt se, ugye, de viszont mennyit fejlődött, mennyire brutálisan sokat fejlődött a játék ahhoz képest, amilyen volt, azért ez látszik. Igen, és ugye, ha megnézzük, megpróbáljuk visszafele is fordulni, és megnézzük, hogy fejlődött-e olyan szinten, hogy gyakorlatilag megmarad-e a... Vagy volt-e olyan fejlett, hogy megmarad az, amit így összetörtünk, meg kíváncsi vagyok arra, hogy el tudunk-e süllyedni majd. Úgyhogy majd kínozzuk egy kicsit a járművet.
Hogy rajtunk van a pót, akkor már itt lekapcsolni már nincsen esélyünk. Szóval ez így, ahogy elindult, úgy van. Gyakorlatilag sár nincs is a játékban, hanem inkább ilyen kemény földterület, amit így feltörsz. Na, és akkor lehet, hogy meg is kiderül, hogy el tudunk-e süllyedni, de úgy látom, hogy... Ah, igen. Azt a gyerekek, azt a... Ez most egy kicsit durva. Amint így, ez meglepett, hogy ez ilyen ennyire komolyan meg van csinálva. Nyomunk egy hátramenetet. Mennyire tudunk kizélni? Mennyire tudunk elsüllyedni ennyirővel? Akkor gyakorlatilag be tudod ásni magad teljesen. Egyébként a Redfactionnek a legelső részére emlékeztet, aki ismeri azt a játékot. Abban volt hasonló talajfizika. Neki. Hát innen lehet, hogy nem fog kijönni a verdánk, de nem is baj egyébként, pont ezt akartam tesztelni, hogy akármikor twikkel elvileg, hamaz. Majd próbáljuk már egy Dirty Road-ot és a Krazzal, és ugye legyen-e Side My, vagy ne legyen, hát ne legyen inkább, vagy legyen? Legyen. És akkor nyomsz egy resetet, akkor oda kerülsz, úgyhogy ennyi az egész. Aha, nézzük meg a Krazzt. Nagyon jó. De legalább ugye mondjuk, hogy licenszelt járművek. Nem hiszem, hogy licenszelték ezeket a járműveket, hanem inkább én azt mondanám, hogy talán nem nagyon foglalkoztak akkor azzal, hogy most ez licenszelve vagy nem. Nem hiszem, hogy ki lettek kérve a cégtől ugye a jogi dolgok. Ha, és teljesen jó első. Ahhoz képest, nézzétek meg. Ez 2009-ben, hogy el tud süllyedni a jármű, az nagy szám volt. Ez kb. Ugyanakkor a szám, mint most ugye 2019-ben, hogy olyan jól megoldotta. És nézzetek, most be is. Ez szándékos volt egyébként, hogy itt belecsesztem magam. Ez tökig elsüllyed szerintem. Ugye itt még csörlődést ezt megint el lehet felejteni. Úgyhogy azon se kell itt bajlódnunk. Úgyhogy ez itt rohad meg. Ez is tetszik. Ez itt rohadni meg, úgyhogy ez itt nem fog kijönni, de teljesen. Szerintem itt még jobban, mármint mélyebbre el tudsz süllyedni, mint Spintajosban. Spintajosban ugye megvan mindig a sárnak, mert az új Spintajosban és a Mudrunnerben megvan mindig a sárnak egy bizonyos mélysége, ami alá nem tudsz süllyedni. Én az a véleményem, hogy itt még nem volt olyan, hanem gyakorlatilag a talaj az mondjuk akármilyen mélységig ugye kiásható. Hát ez kellemetlen így. Hát akkor nyomjunk egy izét, egy resetet, aztán... Aha, és ugyanoda kerülünk. Ó, hát akkor gyorsan ki kellene innen evickélni. Gyorsan ki kellene evickélni, mert hogy látom, hogy vannak bajok. És igen, ugyanúgy marad a talaj, az is egy jó pont. Ó, várja, menjél már ki. Gyerekek, ez veszélyes ezzel a Krazzal közlekedni. Amúgy nem tetszik, nem rossz. Nekem tetszik, azt akartam mondani, nem rossz. Menjünk egy kicsit, próbáljunk meg egy kis sebességet gyűjteni, mert illetve az is egy problém, hogy... Á, gyerekeket, azért ennyire nem kellene elzsüllyednünk, nem? Lehet, hogy az a szerelvény, ez egy kicsit nehéz rajtunk. Egyébként szerintem összkerék az működik, igen, csak ugye nincs diffizár bekapcsolva, mert látjátok, hogy van, hogy hát ez itt megint megfenek lettünk, gyerekek. Hát ez nagyon, nagyon jó. Ez ugye egy aszfaltos úton kezdjünk, és akkor onnan majd vágtatunk tovább, és ezt a vagont ezt leszedem magamról, mert ez fájdalmas. Aha. És akkor itt már feljebb lehet kapcsolni esetleg ugye a nagyobb sebességi fokozatokban, mondjuk egy high speedre beküldtem. És megnézzük, hogy ez hoppa mit takar. Törés valószínűleg nincsen, a játékban már még nem fog tör... viszont rettenesen csúszik. És ha leír az a földre, akkor a kapásban már szánt. Kicsit fura itt az irányítás, fura nekem. Nem tudom, hogy valószínűleg nem törik, sőt biztos, hogy nem törik. Nagyon szépen rúgja. Hát ez lehet, hogy inkább, nem tudom, most ezt itt száraz a földnek akarták ezt így bemutatni, vagy pedig ez egy sár, amit nem tudtak normálisan megcsinálni. Kitolhatok innen. Egyébként nagyon tehetetlenek az autók. Itt lemész az aszfaltról, azt már vége. A map sincs egyébként, nincs semmilyen más funkció, mint ennyit. Ennyi, amit láttok. Úgyhogy ezzel most így meg kell elégednetek. Ennyi volt 2009-ben. Nagyon,
egyébként egy iszonyatosan ismeretlen játék volt. Mikor ugye az új engine-t aládobták a játéknak, akkor utána változtattak nagyon sokat. Akkor ugye az a tech demo, utána is egy tech demóval indítottak, amikor, vagy indított a srác, amikor egy teljesen új engine kapott. Az a tech demo az elég ismert. Ugye itt egy mozzal kell kezdeni, abban a tech demóban. Egy ilyen hosszabb úton és egy ilyen tesztpályán lehet csapatni. Arról még talán csináltam is videót. Gyakorlatilag már talán akkor így elkezdtük a Spin Trials kalandokat, amikor még csak az a tech demo volt. Nem is a teljes játék, de az már egy ismertebb. Viszont borzalmasan nehéz közlekedni az a járművel, gyerekek, hogyha nem megyünk ott üzéről. Kicsit furcsa, ugye ez, én szerintem egyébként egy sarat próbáltak itt imitálni, de ugye inkább egy ilyen keményebb föld lett belőle. És van baj. Nyomtam egy F1-et egyébként, úgy akartam visszaugratni a garázsba, annyira beleélem magam. De ez itt teljesen lehasol a gép. Jó, nézzük meg a kamasz még egyszer, és izé nélkül, spoiler meg trailer nélkül, ez nem tudom mi akar lenni. Kapcsoljuk már ki. Nyomjunk egy resetet, és akkor megnézzük. Ez a draw, az nem tudom micsoda. Meg kell kicsit bungatni. Egyébként a járművek azok ott maradnak? Arra is kíváncsi lennék egyébként. Hogy a járművek azok ott maradnak-e, ahol hagytuk. Küldjük neki. Ajaj. Ó, Sagyi! Van baj, baze? Ez egy Google cirkulátoros kagyar stabilizátor, mi? Ott baj. Az a baj, hogy azt veszem észre, hogy ez kamaz. Ez jobban közlekedik a rosszabb talajon, mint a másik. Jó, egy kettes fokozatba rakjuk, srácok, mert hármasba szerintem nem merem. Találkozni fogunk a... Kíváncsi vagyok, akkor azzal találkozni fogunk? Szerintem nem. Szerintem nem, egyszerre csak egy járművet rakom apra. Viszont baromira csúszik, baromira furcsa a fizika, nagyon nehézkes az egész. Hát igen, ez tényleg arról szól, gyerekek, amikor ez elkezdődött ennek a játéknak a fejlesztés, nagyon sokáig arról szólt, hogy ugye egy darab ember úgy gondolta, hogy ő szeretne csinálni egy játékot, szeretne csinálni egy offroad szimulátort, és ő akkor ezt így megoldotta. Aha, itt mentünk be, az előbb is nincs itt a izé. Nincs itt a jármű, itt be akarok menni, mert meg akarom nézni, hogy mi a szitu itt, és ja, és ez a kamaz, ez jobban megy a terepen. Ott ez ilyen teljesen offroados rész, olyan, mint hogyha valami tó lenne, de egyébként valószínűleg nem nagyon jó a látótávolság, miatt egy kicsit furcsa. Igen, ez egy ilyen elég nagy mapnak tűnik, és ilyen nagyon extrém offroados részekkel, de az vicc, hogy oppa, az vicc, hogy a cross az rosszabbul akar teljesíteni. Viszont ez meg úgy látom, hogy ez nem összkerekes, hanem csak, és az, hogy nem lehet egy diffuzárat kapcsolni, az problém. Ja, egy kicsit tehetetlenek a járművek. Nézzünk egy kamaszt. És akkor nézzünk egy defaultot. Ez a default, ez mit, ledobja egy random helyen? Ja nem, ez ide rakja le, jó. Jó, ezzel adok neki még egy esélyt ennek a crossnak, mert eddig nem sok jóval kecsegtetett. Megpróbálunk ugye az út környékén menni. És megnézzük akkor, hogy mégis milyen ez a map. Újra teljesen jól fut a játék. Ha berakom a letöltési linket a leírásba, ki tudjátok próbálni mindenki, ha gondoljátok. Ugye, hát ez valószínűleg, ugye mivel ez egy tech demo volt, ez teljesen ingyenes, szóval nem kell letorrentezni, hanem elég nehéz volt megtalálnom egyébként, nagyon sokat kerestem, hogy melyik a legelső verzió. Ugye rengeteg verzió jött utána, ugye volt másik, volt egy másik pálya, ami szintén 1.0-as verzióba érhető el, de az már újabb ennél, ez gyakorlatilag a legrégibb, legpuritánabb, legelső verziója a Spin Trials-nek. Na, menjünk, hát fú, gyerekek, ez szerintem sár akar lenni egyébként, arra szánták a készítők, valószínűleg, hogy nem úgy arra gondoltak, hogy a készítő, mindig készítőket mondok, és közben készítő, nem arra gondoltak, hogy a föld az így törik a kézei alatt, a krasz alatt, hanem ő arra gondolt valószínűleg, hogy ez itt sár.
Csak ugye itt tudta megvalósítani, ahhoz képest szerintem teljesen jó megvalósítás, biztos dolgozott rajta, iszonyatosan sok munkaórája van benne. És az a durva ugye, hogy ez egy nagyon, tényleg ez egy ilyen, ugye, egy ilyen alfa tech demo volt, és még mindig a játék az ahhoz képest, hogy mennyire fejlett fizikával és viszonylag fejlett grafikával rendelkezik. Múltkor töltöttem le a legislegújabb verzióját, ugye MadRunner már nem szpintálja, az kicsit itt ugye voltak jogi problémák, meg mindenféle, azt hiszem valami kiadóváltás, ugye, de még mindig talán 1 giga alatt van az alapjáték. 1 giga alatt, amikor olyan játékokra beszélünk, múltkor GTA 5-öt töltöttem le, és valami 70 gigát szeretett volna a merev lemezen, vagy 80-at. És akkor egy viszonylag jó játék, ami 1 giga alatt van még játék, gyerekek. Egy giga alatt egy film nincs már, vagy nem tudom. Jó, hát itt egy kicsit megküldjük. Hát, ja. Menjünk, próbáljuk meg felugratni. Nagyon... Jöjjön, Jézus Mária. Hát ez nem sikerült, nem gondoltam, hogy ennyire driftelni fog. Jaj, egy kicsit csúszós, és recsent a váltó komoly. Így se tudod felrakni egyből nagy sebességi fokozatra. Jó, megyek egy kicsit, próbálok gyorsan, de azt veszem észre, hogy teljesen irreálisan működik gyorsan a jármű. Hoppá, is felborultunk. Na, ilyenkor what the fuck van. Ilyenkor reset van, gondolom. És ilyenkor a kegény kamera is egy kicsit meggájdolódik. Ó, jaj. Próbálnám. Igen, ilyenkor valószínű, hogy a reset fog bekövetkezni. Ja, nem olyan túl sok opciónk van egyébként. De meglepően rossz az irányítása ennek a járműnek. Ennek a crossnak. Jó, nyomtuk neki egy rettenetes, pörögnek a kereng, ez őrült, így még jobban ássa el magát, de talán egyszer el is indulunk. Menjünk most arra. Aztán szerintem igazából ez a játék bemutató bőven is érte a célját. Vagy az előbb is arra mentünk? Lehet, hogy az előbb is arra mentünk. Mert a játék majdnem használhatatlan ebbe a formájába. Ugye biztos, nagyon büszke volt a készítő rá, és büszke is lehetett magára, hogy egy ilyet össze tudott rakni, mert abban az időben valószínűleg, hogy néztek egy nagyot, hogy van talajfizika. Ugye ebben az időben, ha megnézitek, a Farming Simulator a 2009-es verziója jött ki, ami gyakorlatilag ennél rosszabb grafikával rendelkezik, meg még ráadásul se talajfizika, se semmi nem volt. És ugye ott egy fejlesztő csapat dolgozott rajta, nem egy darab ember. Na jó van, srácok, szerintem el is búcsúztam, köszönöm szépen a figyelmet, és boldog születésnapot kívánok a Spin Tires-nek. Így, ezzel a videóval. Na, sziasztok!